Tovább nőtt a hazai gépjárművek átlagéletkora az elmúlt években, így most már 13 évnél tartunk, és ez nem csak a kereskedőket érinti hátrányosan, hanem a márkaszervizeket is, mert az idősebb kocsikat máshová viszik javítatni, és ezért visszaesik a forgalom. Az autóimportőröknek azonban van megoldásuk a helyzetre. Vendége Meddei Péter, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnöke. Jó reggelt kívánok! Mi ez a bizonyos megoldás? Hogyan tudnak segíteni magukon és a márkaszervizeken és az autósokon egyszer? Többféle megoldás van. Először is azt szeretném nagyon is hangsúlyozni, hogy teljesen mindegy, hogy új autóról, fiatal használt autóról vagy öreg használt autóról van szó. Mi azt szeretnénk, hogyha a legális javítói hálózatba kerülnének ezek az autók javításra, és nem a fekete javítókhoz. Több okból. Mi nem adó lovagok vagyunk és adó bajnokok vagyunk, hanem elsősorban a közlekedés biztonságával és a környezetvédelmével szeretnénk foglalkozni, és azt szeretnénk, hogyha ezek a gépjárművek, amiket javítgatunk és szervizelgetünk a különböző helyeken, ezek olyan technológiával és olyan garanciákkal készülnek el, amik az ügyfelek számára biztosítják azt, hogy megfelelő járművekben ülnek. Azért a közlekedés az egy veszélyes üzem, és ugye azt szoktuk mondani, hogy az Európai Unióban már halálbüntetés nincs, de egy egyszerű közlekedési szabálysértésbe sajnos bele lehet halni, és egy olyan 600 ember bele is hal Magyarországon évente. És az, hogy nő az autók átlagéletkora, az azt is jelenti, hogy nem csak a márkaszervizektől pártolnak el a magyar autósok, de mondjuk független szervizek helyett leginkább illegális vagy számla nélkül dolgozó szervizekhez mennek? A mai számításaink szerint, hogyha a magyarországi összes szervizkapacitást összeszámolgatjuk munkaórában, ez körülbelül egy olyan 9-10 ezer szerviz, amiről beszélünk, akkor ez 30-40%-át fedi le a hazai gépjárműjavítói kapacitás igénynek. Tehát azt kell mondjuk, hogy az 50-60, esetleg 70%-a a javításoknak valamilyen módon, vagy saját javításban, ezt engedjük azért meg, bizonyos dolgokat nyilván az ember saját maga is el tud végezni, egy ablaktörlő lapátot azért kicserélhetünk, anélkül, hogy márkaszervizre vigyük az autót, de nagyon sok más javítást is a legális ágazaton kívül végeztetnek el az emberek, és ez nem jó. Nyilván azért, mert ez egy rendkívül drága műfaj, és így sokat lehet spórolni. Ez egy drága műfaj, de semmiképpen nem szociális műfaj. Tehát azért a közlekedés az veszélyes üzem, ahogy az előbb is mondtam. A közlekedés során ugye bennül az autóban a családunk, bennülnek a gyerekeink, bennülnek a rokonaink, az utcán emberek sétálnak, az zebrán emberek mennek át, nem mindegy, hogy milyen járművekkel közlekedünk. És mi a tapasztalatuk, hogy hol vannak problémák ezekből a félillegális javításokból? A félillegális javításokból elsősorban ott vannak problémák, hogy az ügyfél nem kap garanciát a javítására. Tehát, hogyha bármi utána történik, nincs felelős. Ugye, mert nincs számla, nincs bizonyíték. A másik része a dolognak az, hogy az autó nem azzal a technológiával kerül kijavításra, amivel az autót a gyárak megtervezték. Ugye akkor, amikor egy autót megtervez a gyár, az utolsó szögig, az utolsó alkatrészig meg van tervezve az autó, hogy ez miért olyan, miért az az alkatrész van benne, miért olyan stabil, miért olyan merev, vagy miért éppen olyan rugalmas. Hogyha ez bárki hozzányúl, és más technológiát tesz bele, más alkatrészt tesz bele, az autó megváltoztatja a tulajdonságait. Egy olyan példát tudok önnek csak mondani, hogy ha egy autót mondjuk nem gyári technológiával javítanak meg, és nem gyári alkatrészsel, és utána karambolozik, lehet, hogy a benne lévő utasvédő légzsákok nem fognak kinyílni, mert a légzsák érzékelők arra a deformációs energiára vannak beállítva, amit a gyár megtervezett, és nem arra, ami végül is az autóba lett. Most ha ön jár egy autóval, nem tudom, milyen autója van. Hát hagyd ne csináljam a reklámot. Ne csináljam a reklámot, X márkájú autója van. Ön vett egy X márkájú autót, és ő azt szeretné, hogyha ez az X márkájú autó az egész élete során X márkájú maradna. Nem egy X márkajellel ellátott autónak látszó tárgy lenne, hanem az a márka maradna, ami megfelel a korának, a futás teljesítményének, annak a kondíciónak, amit ön elvár ettől a kocsitól, ezért vette meg. Most ez garantálja elsősorban a márkaszerviz, ugye, mert a márkaszerviz rendelkezik a gyári technológiával, most az alkatrészekre nem is beszélve.
illetőleg garantálhatják olyan jól képzett, jól dolgozó, független szervizek, akiknek ezt az autót megcsinálják, lehet, hogy kicsit olcsóbban, lehet, hogy kicsit drágábban, mert itt az ár körül is vannak azért viták, hogy most mi az olcsó, mi a drága, de megcsinálják, számlát adnak róla, és garanciát vállalnak a munkájukért. Önnek ez a fontos, mint használónak. Hát nyilván ez a fontos, és én egyébként márkaszervizbe is járok, de talán elsősorban konformizmusból, mert közben azért az ember látja, hogy ezek gyakran nagyon magas árakkal dolgoznak, és közben azt is tudjuk, hogy ma már erre törvényi szabályozás is van, a márkáknak, az autógyártóknak a független szervizek számára is elérhetővé kell tenniük a technológiáikhoz való hozzáférést, az elérhetővé oktatást. Is teszik, azonos feltételek mellett kell elérhetővé tenni. Sajnos a magyarországi tapasztalat még egyenlőre az, hogy a független szervizek nem állnak sorba a gyári oktatásokért, ugyanis ezekért fizetni kell. Tehát ezek sem a márkaszervizek számára, sem más szervizek számára nincsenek ingyen. De ezeket a képzéseket, oktatásokat mindenki megvásárolhatja, aki szerviz jogosultsággal rendelkezik. Egyébként hadd mondjak egy példát. Ugye most Magyarországon nagyon erősen nő a használt autó import. És nagyon sokan azt mondják, hogy azért jó a nyugati használt autó, mert azt ott kint márka szervizben javították, és sokkal jobb kondícióban vannak, mint a hazai használt autók. Ez mindent elmond. És most, hogy a márkaszervizeknek viszont egyre szűkül a piaca Magyarországon, és egyre nehezebb dolgok van, ezzel lejjebb vitték legalább az árakat is? Nagyon sok akció van, tehát az idősebb autókra nagyon-nagyon sok akció van. Ezt én nagyon javaslom, hogy nézegessék egyrészt a márkáknak a honlapjait, másrészt látogassanak el a márkaszervizekbe, kérjenek ajánlatot, ugyanis az akciók mellett, az idősebb autókra szóló akciók, tehát alkatrész kedvezmények, munkaóra díj kedvezmények mellett, ugye a márkaszervizeknek van egy gyári előírásuk. Ők csak a gyári normaórákat számolhatják el a számlákban. Tehát nagyon sok esetben előfordul az, hogy a márkaszerviz elszámolhat mondjuk egy órát egy javításra, egy független elszámolhat ugyanerre a javításra 3-4 órát is, és akkor már a kiírt óradíj környékén lehet vitatkozni, hogy melyik az olcsóbb. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet. Remélem holnap reggel is találkozunk. Én várni fogom Önöket. Viszontlátásra!